Köszöntöm a Pécs TV nézőit, ez az eheti pont ma külön kiadás. Több mint 6000 új munkahely jött létre az elmúlt 4 évben Pécsett. Először nézzenek meg egy rövid összefoglalót erről az időszakról. Több mint 6000 új munkahely jött létre Pécsett az elmúlt 4 évben. Ez derül ki a KSH és a Munkaügyi Központ legfrissebb adataiból. Az összesítésben szerepelnek a munkahelyteremtő projektek révén létrejött, valamint az önálló beruházások során megvalósult új álláshelyek is. Ezek között van a Jabil, a Flectronics, vagy éppen a BAT fejlesztése, épp úgy, mint az a több mint 100 vállalkozó, akik támogatást kaptak a Munkaügyi Központtól. Az adatok szerint ugyanis a városban 120-szal több új vállalkozás van, mint 4 évvel ezelőtt. A 2010 és 2014 között eddig megvalósult beruházások programok keretében összesen 6256 új munkahely jött létre Pécsett. Vendégem a stúdióban Csizi Péter Pécs alpolgármestere, üdvözlöm. Jó napot kívánok, kezdj csak. A 2014-2020-as Európai Uniós ciklusnak a fő célkitűzése a munkahelyteremtés, de ezek szerint Pécs városa ezt már megelőzte az elmúlt 4 évben is, mert már több mint 6000 új munkahely jött létre Pécsett. Egy picit beszéljünk a részletekről. Hogyan kezdődött, mik voltak a tulajdonképpen az első fecskék 2010-ben? Nem kérdés, hogy a város egyik legnagyobb problémája az a munkahelyteremtés és a munkahelyek hiánya. Sok más probléma volt egyébként még 5 évvel ezelőtt. Gondolok itt a közterek rendezetlen állapotára, a városi adósságállományra, és sorolhatnám még, azt gondolom, hogy mindannyian tudjuk azokat a gócpontokat, amiben úgymond tűzoltásként, probléma megoldásként az önkormányzatnak jelen kellett lennie. Én azt látom, hogy a sok elemként a munkahely teremtése rögtön a legelején sikerült fókuszálnunk, úgy, hogy soha nem szabad elfelejteni, hogy igazából majd az elkövetkezendő időszakban lehet olyan látványos eredményeket hozni, amire mindannyian várunk. Az első időszakban 2 dologra kellett elsősorban koncentrálni. Az egyik a meglévő munkahelyek védelme volt, hiszen ha munkahely teremtésről beszélünk, akkor a munkahely teremtésbe az is beletartozik, hogyha egy munkahely meg tud maradni, és egy munkahely megtartásához néha nem is kell olyan sok dolog. Néha elég, hogyha az önkormányzat kér segítséget a magyar államtól, hogyha a magyar állami kvótából sikerül elindítani egy támogatást mondjuk fél évre, egy évre, például a hölgyek kaphatnak adókedvezményeket, társadalombiztosítási kedvezményeket, amiket a magyar állam fizet. A munkahely megtartásához elegendő az is, hogyha mondjuk egy önkormányzati vezető, mint mondjuk Páva Zsolt, pécsi vállalkozókkal, munkaadókkal együtt elmegy új piacot kutatni Németországba, Berlinbe, Dél-Bajorországba. És természetesen az is hozzátartozik, hogy az Európai Uniós pályázatainknál mindinkább megpróbálunk arra figyelni, hogy lehetőséget biztosítsunk a pécsi vállalkozóknak, a pécsi kereskedőknek. És van még egy elem, talán ez a legnagyobb szegmens, hogyha egy nagy cég úgy dönt, hogy globális szinten, világviszonylatban is megszünteti a termelést, ugye ilyen volt pár évvel ezelőtt az Elkotek, akkor az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a nagy cég romjain, amikor még látjuk egyébként azokat a megrendelőket, akiket kiszolgáltak, hogy ott megpróbáljunk építkezni, hogy megpróbáljunk munkahelyet teremteni, és örülök annak, hogy a Jabil, a Flextronics, a Huawei gyakorlatilag 2-3 hónapon belül megjelent Pécs városában, és ha nem is tudott annyi munkahelyet teremteni, mint amit mondjuk az Elkotek tett fénykorában, de azért nagyon sok ember ennek köszönheti a munkáját, ennek köszönheti, hogy nem került a munkanélküliek státuszába. A Munkaügyi Központ is nagyon sokat segít, tehát egyrészt a pályázatokban, egyrészt a programokkal, másrészt pedig ezekkel a munkahely teremtő, tulajdonképpen beruházások segítésével is. Milyen a kapcsolata a városvezetésnek és a Munkaügyi Központnak ezekben az ügyekben? Napi
kapcsolatban működünk együtt, két témában is. Az egyik az természetesen a közfoglalkoztatottaknak az ügye, hiszen azt is az önkormányzat a munkaügyi központtal koordinálja állami támogatásnak köszönhetően. A másik pedig, hogyha megjelenik Pécs városában egy abszolút külföldi beruházó, aki Pécset szeretne termelni, aki Pécset keres magának helyszínt és új telephelyet, akkor az első útunk a munkaügyi központhoz vezet, hogy miképp tudjuk az ő letelepedését megsegíteni, hogy miképp tudunk hozzá valamilyen Európai Uniós vagy állami munkahelyteremtő támogatást nyújtani. Ilyen volt például a műhely nevén Kinder tojásgyártó üzemnek a beindítása. Én nagyon örülök annak, hogy Pécs városában most már lassan 200-an dolgoznak az egyik legnagyobb csokoládé gyártó cégnek áttételesen alvállalkozón keresztül, és nagyon örülök annak, hogy a Kinder tojásnak e bizonyos elemeit most már Pécset szerelik össze, és bízom benne, hogy ennek a hármasnak, a cég, az önkormányzat és a munkaügyi központ hármasának lesz majd egy olyan eredménye, hogy például ez a cég is tud majd fejleszteni, de ez csak egy példa volt. Sok száz céggel tartjuk a kapcsolatot mi is, a munkaügyi központ is, a kormányhivatal is és a kamara is, és ezeknek a cégeknek külön-külön testre szabottan próbálunk segítséget nyújtani, mert a most napvilágra került KSH adatoknak egy része csak, ami azt mutatja, hogy 6200 fölött van az új munkahelyek száma, a másik, ami talán a legfontosabb, hogy 120-szal növekedett a Pécset befektető, Pécset munkát adó vállalkozásoknak a száma, és ez, ami még nagyon reményt keltő, hiszen hogyha több vállalkozással rendelkezünk, akkor az azt a reményt is fejti ki belőlünk, hogy több cég bízik Pécs városába, ezáltal több munkát tud adni a pécsieknek. És azért ne felejtsük el azt sem, hogy az említett Kinder tojás gyártó üzemben megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatnak. Ez mennyire fontos a városnak, hogy odafigyeljen arra is, hogy ne csak az épp egészségesek emberek találjanak munkát, természetesen ők is elsősorban, de odafigyeljenek a megváltozott munkaképességűekre, a hátrányos helyzetűekre. Pécs városa két évvel ezelőtt elnyerte az Élhető Város címet, aminek egyik legnagyobb üzenete, hogy a magyar kormány is elismerte azt a munkát, amivel a Pécs városa megpróbálja a fogyatékossággal élő embertársait integrálni. Mi úgy gondoljuk, hogy nincs különbség ember és ember között, és a fogyatékossággal élő embertársainknak mindent meg kell annak érdekében tenni, hogy például Pécs belvárosát akadálymentesen látogathassák, hogy például munkához jussanak, vagy ha Pécs a kultúra városa, akkor gond nélkül el tudjon menni egy siketember a Nemzeti Színházba, vagy egy vakember akadályközpontba. Úgyhogy talán nem véletlen, hogy például a Kinder tojás gyártó cég is Pécset kereste meg, amikor ő rehabilitált, megváltozott munkaképességű embereket keresett, és az sem véletlen, hogy azóta két másik cég is már bejelentkezett hasonló témában. Erre hívtuk fel egyébként a figyelmet akkor is, amikor Weiss Fanni lett Pécsváros arca, hogy itt Pécset mindenki egyenlő, és ennek érdekében mi hajlandóak vagyunk nagyon sokat tenni, nem csak beszélni, hanem lépéseket letenni az asztalra. Mi a tapasztalat, vagy lehet-e ezt már esetleg észrevenni, hogy ezekkel a munkahelyteremtő beruházásokkal, ezekkel a lehetőségekkel a pécsi embereknek a kedve is jobban megjön ahhoz, hogy esetleg ők keressenek munkát. Tehát ne csak az, hogy a támogatásra várjanak, hanem az, hogy például a 120 új vállalkozás létrejötte, hogy ez országos szinten ez jó számnak minősül? Tehát ez jó statisztika? Persze, össze lehet hasonlítani az ország hasonló nagyvárosait Pécs városából, de nem szerencsés. Hiszen azért ismernünk kell a múltunkat. Ismerni kell azt, hogy Pécs városa valahol elmaradt a 90-es évek nagy iparosításából. Hogy miért, azt most már kár elemezni. Szerintem mindannyiunknak van valami teóriája. Egy biztos, hogy jóval a hátrabról kell indulnunk, mint mondjuk indul Győr,
Debrecen, de ide sorolhatnám Kecskemét, vagy a sokkal kisebb Szombathely példáját is. Tehát én nem szeretem összehasonlítani a pécsi adatokat más városok adataival, hanem minden egyes vállalkozást meg kell becsülni, minden egyes munkahelynek örülni kell, és az igazság az, hogy mindemellett pedig azon kell dolgozni, hogy hogyan tudunk majd a jövőben újabb és újabb munkahelyeket, újabb és újabb vállalkozásokat Pécs városába csábítani, és bár sok vita van ebben, de én azon az állásponton vagyok, hogy legalább egy vagy kettő nagy vállalkozásnak mindenképpen ide kell, hogy települjön, hiszen ahogyha jön egy nagy vállalkozás, akkor az nem csak azért jó, mert sok száz, akár 1000 embernek ad munkát, hanem mert a pécsi vállalkozók közül keresik ki azokat az alvállalkozókat, azokat a partnereket, azokat a beszállítókat, ami nekik a termelés során kell. Ezért nagyon fontos, hogy legyen egy olyan ipari parkunk, amit ki tudunk ajánlani. Ezért nagyon fontos, hogy Magyarország legnagyobb egybefüggő, fejleszthető területe az idén nyártól Pécs városában lesz. Ezért volt nagyon fontos, hogy egy osztrák partnerrel közösen 1,5 milliárd forintot tudtunk költeni az ipari park fejlesztésére, és ezért nagyon sajnálom, hogy ez az ipari park közvetlen autópálya kapcsolattal, közvetlen a reptér mellett csak 2014-ben tud elindulni. Erre nagy szükség lett volna valamikor a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, mert egy kicsit olyanok voltunk, mint az egyszeri ember a vízben, aki sűrűn és folyamatosan imádkozott azért, hogy nyerjen a lottón, majd egyszer csak leszólt egy hang, hogy jó, de vegyél már lottószelvényt. Pécs városában rengetegszer beszéltünk arról, hogy kellenének nagy foglalkoztatók, nagy gyárak. Igen ám, de hova? Nem volt lehetőség, a város nem tudott ajánlatot tenni, nem tudta kiajánlani a területeit, nem tudott olyan minimál infrastruktúrát nyújtani, amire jöttek volna a vállalkozók, és halkan jegyzem meg, hogy egyébként a befektetéseknél az infrastruktúrális részek az csak a beszélgetés alapját képezi. Egészen más kell ahhoz, hogy egy nagy vállalkozó úgy döntsön, hogy a jövőben mondjuk Pécset termel majd. Beszéltünk a közfoglalkoztatottakról. Havi szinten körülbelül 1000-1100 ember, akit be tudnak vonni a munkákba. Mennyire nevezhető sikeresnek ez a program? Én azt gondolom, hogy a közfoglalkoztatottaknál is lehet számokat nézni, hogy hány ezer ember volt, vett eddig részt a közfoglalkoztatásban Pécs városában, hogy mit jelent ez a városnak, hiszen ki lehet számolni, hogy éves szinten 1,5 milliárd forintnyi munkát végeznek el, és ezáltal sokkal rendezettebb közterületen tudunk élni, ezáltal olyan problémákat, évtizedesebb problémákat tudunk kezelni, mint mondjuk a városi csapadékvíz rendszer, amit sok más mellett most már a közfoglalkoztatottak tartanak rendben. De a legfontosabb az mindig az adott ember, hogy embereknek tudunk munkát adni. Ugyanis a közfoglalkoztatás is munka. Reggel föl kell kelni, el kell menni a munkahelyre, ott kap feladatot, a feladatot értékelik, és hogyha valaki nem dolgozik jól, akkor a közfoglalkoztatásból is eltessékelik. A közfoglalkoztatásban is bért kap az ember, megdolgozik a bérért, és én úgy gondolom, hogy ez sokkal jobb, mint hogyha valaki otthon marad, és várja a segélyt. Munkaalapú társadalmat kell építenünk, és ebben mi Pécs városa igyekeztünk az élen járni a sok ezer közfoglalkoztatottal és a sok milliárd forinttal, amit az elmúlt években megtermeltünk magunknak. Óriási értéket termelnek a közfoglalkoztatottak, és mi pedig keressük azokat az újabb és újabb területeket, ahol be lehet őket vonni. Mert bizonyos, főleg így választások idején politikai vitákba elő szokták hozni, hogy hát a közfoglalkoztatottak idézőjelbe véve csak a közterület rendbetételében segítenek. Hát először is kezdjük ott, hogy ez egy óriási feladat, hiszen végre rendezett közterületekkel rendelkezünk, és tiszták a parkjaink, utcáink. De
a közfoglalkoztatotti program bent van egyébként többek között az önkormányzatnál is. Sok olyan munkatársunk van, aki közfoglalkoztatottként jött be a hivatalba, mondjuk az iktatásban nyújtott segítséget, de a munkája, a lelkesedése révén eljutott oda, hogy amikor tudtunk álláshelyet megnyitni, amikor kerestünk egy adott állásra új szereplőt, akkor azt mondtuk, hogy hát ha már itt van, ismerjük jól, tudjuk, hogy mennyire megbecsüli a munkát, akkor természetesen maradjon itt, és így lett a közfoglalkoztatottból egy állandó szerződéssel rendelkező munkavállaló. És nagyon sok ember a programnak köszönhetően jutott munkához, és nagyon sok ember a munka irányába, a munkába vetett hitét meg tudta tartani, azért, mert van egy munka alapú gondolkodás, egy közfoglalkoztatáson alapuló gondolkodás. És azért azt se felejtsük el, hogy az elmúlt nyáron közel 300 diák vett részt a nyári diákmunkaprogramban, ami szintén azért fontos, hogy ők is megtanulják már diák éveik alatt, hogy munkából lehet csak megélni, hogy munkával lehet tulajdonképpen megkeresni a kenyerüket, és hogy ne a szülők tartsák el őket, hanem ők maguk is keressenek. Ez is akkor sikeresnek mondható, és valószínű, hogy folytatódik a későbbiekben. Jó volt látni a fiatalokat tavaly júliusban és augusztusban Pécs városának különböző területén, különböző intézményeiben, vagy például a Városházán. Jó volt látni, hogy érdeklődtek az önkormányzati munka iránt, az önkormányzati hivatal struktúrája iránt, a közügyek iránt, és jó volt látni, hogy sok fiatalt tudtunk irányítani, tudtunk integrálni a gondolkodásában, hogy milyen pálya az, amit esetleg érdemes majd neki a jövőben figyelemmel kísérnie, és volt olyan fiatal, aki pedig azt mondta, hogy nagyon jó, mert a tapasztalat alapján jött rá, hogy ő neki egészen más elképzelései vannak a munkavilágáról, és hogy más helyen szeretne majd dolgozni. Pár korábban úgy gondolta, hogy lehet, hogy az önkormányzati közszférában kívánja majd magát elhelyezni. De mi egyébként ennek a programnak is a legfontosabb alapja, hogy volt hova nyúlnunk, hogy volt egy olyan kormányzati program, ami megfinanszírozta az önkormányzatnak a diákoknak a bérét, és ezáltal köszönhetően az állami támogatásnak valami újat tudtunk teremteni, a fiataloknak tudtunk munkát adni a nyári hónapokra, ezért pénzt is tudtunk nyújtani, de azt is mondhatjuk, hogy az általuk megtermelt munka az mind egyfajta ajándék, egyfajta segítség a magyar államtól. Úgyhogy ezeket a programokat mi árgus szemekkel nézzük, amit a magyar kormány hónapról hónapra, fél évről fél évre elénk tár, és igyekszünk mindegyiken részt venni, mint ahogy az Európai Uniós következő ciklusban az uniós pályázati pénzeket is arra fogjuk fordítani, hogy minél több munkahelyet hozzunk Pécs városába. Ugye a beszélgetésünket azzal kezdtük, hogy most kezdődik az új Európai Uniós ciklus, és annak a célja a munkahelyteremtés, tehát akkor mindez folytatódik Pécs városában. Mennyire lehet ezt bővíteni? Esetleg vannak-e még olyan területek, amiket nem használtak ki ezen a téren a városban? Folyamatosan lehet újabb és újabb ötleteket szerezni. Például azáltal, hogy beszélünk pécsi vállalkozókkal, beszélünk pécsi vállalkozók külföldi alvállalkozóikkal, beszállóitókkal, megrendelőikkel, és megnézzük azt a lehetőséget, amivel Pécs városa rendelkezik. Hiszen pár perccel ezelőtt azt mondtam, hogy az infrastruktúra az nagyon fontos, de ne higgyük azt, hogy attól, hogy van ipari parkunk, attól, hogy van már autópályánk, attól ide fognak özönleni a külföldi cégek. Volt ilyen időszak a 90-es években, tényleg Észak-Magyarországon, Észak-Nyugat-Magyarországon csak erre a kettőre volt szükség, és ez elegendő volt ahhoz, hogy nagy gyárak, nagy autógyártók érkezzenek, de ma már a helyzet egészen más. A válság éveiben átalakult az,
hogy egy beruházó, egy nagyvállalat milyen szempontok alapján keres magának új helyszínt. Ebben viszont egyébként jól állunk. A legfontosabb, hogy az emberek tudása meglegyen. A legfontosabb, hogy szakképzett munkaerőt tudjunk ajánlani, és az uniós források egy részét is majd erre fogjuk fordítani, hogy minél nagyobb számmal rendelkezzünk szaktudással. Ezért folyamatosan tárgyalunk és egyeztetünk az egyetemmel. Amikor idejön egy pécsi vállalkozás, akkor egyből elmegyünk az egyetem képviselőihez, hogy hogyan tud az egyetemen részt venni az adott szakmának megfelelő speciális oktatásban, és ki kell használnunk a történelmi lehetőségeinket azáltal, hogy több mint 12 nemzetiség él Pécs városában, nagyon sokan beszélnek idegen nyelvet, ehhez párosul még az erős bölcsészképzésünk is, és például ennek köszönhető, hogy több nemzetközi, nagy hírű nemzetközi cég úgynevezett call centereket, telefonos központokat hozott és hoz létre Pécs városában, és ezáltal a délszláv régióban, Németországban, Angliában látnak el úgy munkát fiatalok, hogy egyébként a munkahelyük az valójában Pécsett egy irodában van. A közelmúltban volt egy megbeszélés, konferencia, tulajdonképpen ez az önindító program is elindult. Ez hogyan kapcsolódik a munkahelyteremtéshez, mi ennek a lényege? Az önindító programnak a lényeg az volt, hogy az úgynevezett kreatív iparban is próbáljunk előre menni. Ahogy említettem, a tudás az most egy nagyon fontos velejárója az ipartermelésnek. Amikor az Elkotek bezárt, az egy nagyon jó példa, akkor azt a három nemzetközi céget azért lehetett Pécs városába irányítani, mert tudták, hogy azokat a munkavállalókat, azokat a jól képzett munkavállalókat, akiket az Elkotek foglalkoztatott, sehol máshol a világon nem kapják meg, vagy nagyon drágán, hiszen ki kell őket képezni, meg kell őket tanítani az adott munka folyamatra. Na, a kreatív city és a kreatív város, kreatív cégek felkutatásában és a kreatív város program keretében pont előre szeretnénk rohanni, és nem azt várjuk meg, még mondjuk egy vállalkozásnál a romokon ott maradnak a munkavállalók, és őket hogyan tudjuk más munkahelyre beintegrálni, hanem nézzük meg azokat a kis vállalkozásokat, akiknek van valami olyan plusz tudásuk, egy olyan know-how-juk, egy olyan kutatásuk, amit el lehet adni a nagyvilágban. És ehhez a kutatáshoz nyújtott támogatást a munkaügyi központ, a kutatási időszakban bérnek jelentős részét finanszírozta meg, hiszen ugye ez az az időszak, amikor ők még nem tudnak a piacon részt venni, amikor még a termék nem alakult ki, amit utána el lehet adni, és ezért ez az az időszak, amikor a legfontosabb, hogy támogatást kapjanak. Úgyhogy több mint 200 cégnek sikerült Pécs városában indítást, az első lépést megadni olyan cégeknek, akik közül látszik, hogy már most nemzetközi, például kaliforniai beszállítóik vannak, és lehet, hogy egy-két év múlva azért lesz egy ma 4-5 fős vállalkozásból 150-200 fős vállalkozás, mert a legnehezebb időszakban, az induláskor kaptak egy állami segítséget. És ugye az is fontos, hogy ne csak munkahelyet teremtsünk, hanem meg is tartsuk azt, és ehhez is voltak ez például az első munkahelyi garancia program, olyan programok, amikor garantálja a munkaügyi központ, garantálja az állam, garantálja az önkormányzat, hogy megmarad az a munkahely. Tulajdonképpen ez is fontos szerepe, tehát ennek is fontos szerepe volt az elmúlt 4 évben. És azért nagyon fontos, hogy az elkövetkezendő Európai Uniós támogatásokat a pécsi munkaadókkal együtt alakítsuk majd ki. Van egy tervünk, van egy programunk, amikkel kifejezetten a pécsi kis és közepes vállalkozásokat szeretnénk Európai Uniós forráshoz juttatni. Én remélem, hogy ezt a programunkat, ezt az elképzelésünket, ami még egyedi magyarországi, sőt uniós viszonylatban is, ezt a magyar kormány jóvá fogja majd hagyni, mert akkor közvetlen úton tudunk
pécsi tulajdonú, pécsi székhelyű vállalkozóknak uniós fejlesztési forrásokat juttatni, és ha egy cég tud fejlődni uniós pénzből, akkor az garancia arra is, hogy a városban marad, és ezáltal a munkahelyek is itt maradnak. Köszönöm szépen Csizi Péter alpolgármester úrnak a beszélgetés, sok sikert kívánok a későbbiekben is. Köszönöm szépen a lehetőséget. Pécs TV nézőitől pedig búcsúzom, ez volt erre a hétre a Pont Ma külön kiadása. Legközelebb jövő héten találkozunk, viszontlátásra!